www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Inter Nagy Dominika. Dominik, először is hogyan értékeled a idei szereplést, annak tudatában, hogy hosszabbítottál a Fradiban? Szerintem sok játék lehetőséghez jutottam, mindössze 47 perchez. Most tavasszal viszont egyre több mérkőzéseken jutok szóhoz, és azt gondolom, hogy jó teljesítményt is nyújtak ezeken a mérkőzéseken, és most már nagyon remélem, hogy kezdőnként is lehetőséget kapok majd elkövetkező mérkőzéseken. És hogyan látod, hogy miben fejlődtél? Tehát mi az, amiben most kijött a tudásod? Most a felkészülés óta valahogy úgy érzem, hogy fejben teljesen professzionális lettem, illetve mindent alárendelek a futballban. Eddig úgy érzem, hogy voltak hiányosságaim, de főleg eddig is mentálisan és fejben. De most már úgy gondolom, hogy ezek rendbe jöttek, úgyhogy már csak tényleg a játék van vissza. És ez minden köszönhető, hogy fejben érettebb lettél? Tehát volt valakinek valami hatása, illetve beszélgetés? Tehát hogy mikor volt az a pont, amikor átfordult az egész? Több beszélgetésem is volt, és külső hatások értek, ami miatt egy valami folytán megváltozott a gondolkodásom, és sikerült egy útra térnem. És Tomasz ebben mennyiben segített neked? Tehát hogy még jobb legyen ezen az úton, mint elindultál most? Hát a felkészülés során rendszeresen játék lehetőséghez jutottam. Látszott, hogy bízik bennem, és ő is úgy vélte, hogy valami itt elindult. Segítségre lettek a csapatnak a játékommal. Az utóbbi időszakban a közönség is pozitívan értékeli a teljesítményed, megállszik a játékodon. De ezt hogyan látod, ezt hogyan érzékeled ebből? Én is úgy gondolom, hogy az elmúlt mérkőzésen tényleg sikerült jó teljesítmény nyújtanom. Természetesen ennél tudok többet is, és szeretnék is többet megmutatni. Remélem, hogy sikerül ezen a jó úton maradni. Debrecenben milyen játékot vársz? Nem számít a könnyű mérkőzésre. Természetesen mint minden mérkőzésnél a 3 pontért utazunk. Teljesen fel vagyunk készülve, tudjuk, mire számítsunk. Remélem, hogy tudjuk a saját játékunkat játszani, és sikerül elhozni a 3 pontot, illetve megtartani ott a bajnokavatást. Akkor ezek szerint akkor ti már úgy szeretnétek, hogy lent Debrecenben ünnepelni a bajnokságot, mint itthon, vagy ez már, az már a ráadás lenne? Igazából mi nem gondolkodunk azon, hogy most idegenben vagy itthon, mi minden mérkőzésen nyerni szeretnénk, és most sajnos úgy jött ki, hogy ha idegenben nyerünk, akkor ott van bajnokavatás, de nem fogsz szerintem senki szomorkodni. Köszönöm szépen! www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net.